Reményi Károly, az esztergomi zenei élet megújítója, a Balassa Válint vegyeskar karnagya, az esztergomi városi szimfonikus zenekar karmestere és az esztergomi Zsolt Nándor alapfokú művészeti iskola nyugalmazott igazgatója. Gyermekkori élményeim nem olyan gazdagok, mint ahogyan sok gyermeknek előfordul. Nőnk a családban elég sok volt a gond és a probléma. Éppen abból kifolyólag, hogy édesanyámnak volt még három testvére, akik gyerekkorukban meghaltak. Ő maradt meg egyedül. Aztán ő neki kellett eltemetni két másik gyermekét, akik fölnőttek félig, és úgy haltak meg. És a végén ő is meghalt, az utolsó, akit a nagymamám szült. És itt maradtunk így mi, a férfiak. Érdekesség még, hogy apám a maga 190 centi magasságával, amikor katona ruhában volt, akkor 220 kiló volt. Amikor már én fölnőttem, és már én ismertem 20 év múlva, akkor ugyanez a magassághoz 60 kilóval kapcsolódott. És ebből állt, hogy nagyon nehezen tudtuk megtalálni a fenntartásunkat, a magunk életét. Éppen akkor még az is benne volt, hogy mivel ő TBC-s volt. Ezt nem vették jó néven az iskolában, és onnan pedig kitették, nyugdíjazták, és ott maradtunk egyedül. Mint érdekesség ebbe az életben, hogy előfordulnak olyan helyzetek, amikor abszolút nincsen ígyünkre az egész feladat, hanem a hátunk közepére se kellene, de végül a sors rá kényszerít bennünket, hogy azt kell csinálni. Ez, hogy nehéz helyzetek voltak, azt én is tapasztaltam később is, de hogy nem szabad volt elkeseredni tőle, az is meg hozzátartozott az életemhez. A nehéz helyzet ez az ő esetében az volt, hogy 45 éves korában nyugdíjba tették, mert TBC-s volt, és így nem lehetett ifjúság körébe hozzáférni. És a másik pedig az, amit meg inkább mint példát szeretnék továbbadni, az, hogy az időtájt, amíg még egészséges volt, és ott lakott a szomszédban nagyapáméknak, nagyapám mindig szólt annak érdekében, hogy Jóska, gyere, segítsél a méhészetbe. Hát ez nem volt a hátra közepére se kívánatos, és viszont az időtájt nem volt módi, hogy papa, hagyjál békén bennünket, nem érek rá, stb. Minden esetben rá kellett érni. Na most itt van a fordulópont. Amikor nyugdíjba tették, akkor nem volt semmilyen tulajdonképpen, és voltunk még mindig hárman, négyen, akiknek jó lett volna. Ez a nagyon kis nyugdíj is, de mivel három vagy négy családja volt a nagyapámnak, úgynevezett állókaptárok, amiben úgy kellett egymás után 10 keretet betenni, de ha az elsőt akarta kivenni, akkor 9-et ki kellett venni hozzá, és szóval nem volt praktikus egyáltalán. De csinálta, és valahol szagot kapott, hogy ebből legalább a családi mélyszükséglet kijön. És a végén odáig fejlődött, ekkor már én is segítettem neki, gimnazista fejjel, hogy 100 családot neveltünk föl, és ennek arányában mindjárt a fönntartása, az életünk fönntartása is változott és javult. Úgyhogy ez, amit nagyon utált, abból tudott megélni. Ugye, és ez sajnos menet közben, én elmondhatom magamról is ezt, hát én nem utáltam az eddigit, nem is tudtam mi az, hogy építkezni, de nekem is ebből van a sikerem, hogy egy vadonatúj zeneiskolát tudtunk létrehozni diákokkal és szülőkkel. A nehéz élet ellenére mi szerencsések voltunk, mert a bátyáim már korábban, a 30-as évben, vagy a 40-es években, én pedig mivel csak 40-ben születtem, 41-ben születtem, én később kapcsolódtam be abba az intézetbe, amit úgy hívnak, hogy énekiskola. És ez a Pécset a
püspöki intézménynek a növendékei bélettünk ebben az iskolában, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Ez azt jelentette, hogy a fiúké voltak a szoprán és az alt, a tenor és a basszus pedig a férfikar volt, és itt minden vasárnap a 9-es misén énekeltünk a világ egyik legszebb templomába, a pécsi székesegyházban, négy törnyű székesegyházban. És ez viszont nem tartott sokáig, mert mi a Rákosi idővel belecsúrrantunk, és én 3,5 évet töltöttem ott, Rákosi jó voltából, mi még jobb helyre kerültünk, ez is az élet útja, meg az érdekessége, hogy a mi iskolánkat elvették egy délszláv intézetnek, és minket kitettek onnan, akkor a mi igazgatónk az elintézte a püspökkel, hogy mi bent laktunk a püspöki palotában. Hát ezt, ha kértük volna, akkor se adták volna meg, de így viszont megcsinálták, hogy 2,5 évet bent éltünk a püspöki palotában, és ez nagy gyönyörűség volt számunkra, amellett, hogy az éneklést és egyebet is élveztük és szerettük. De ez 52-ből 3-ban megszűnt, és akkor elmentünk haza karácsonyra, de már olyan levelet kaptunk utána, hogy bezárták az intézményt, és nem szerepelhetünk tovább. Mi bejártunk az általános iskolákba az énekiskolai kollégiumból, és nagyon jól éreztük magunkat. Tehát ilyen szempontból, ami negatív volt az állam részéről, az a másik oldalon pozitívá vált, és nekünk örömet szerzett. Most innen kellett tovább lépni, hogy megyek én akkor gimnáziumba. Mert a bátyáim 10 évvel és 8 évvel idősebbek voltak, hát ott már mint az apám helyett, apám voltak ők, és így kellett eldönteni, hogy Szigetvárra járok be, Alvamellék című faluból, vagy Kaposvárra. Mindegyik 15-20 kilométerre volt északra vagy délre. De ahhoz nem nagyon volt kedvem, meg tudtam, hallottam, hogy itt könnyen Zöld útra, vagy Vágányra megy, rossz volt Vágányra megy az ember ezzel a szabad élettel. Ekkor a legnagyobbik bátyám, aki 10 évvel idősebb volt nálam, ő vállalt, hogy elvisz magával az ő útján, ami azt jelentette, hogy úgy kezdett, hogy szólnokon lett zenetanár. Na most Alvamelléktől ez egy kicsit arrébb van, de nekem ez mint újdonság érdekes volt, és én élveztem és szerettem Budapesten keresztül menni. Gyönyörűség volt, és izgalmas meg efféle, de nagyon-nagyon szerettem. Első évben egy évet Szolnokon töltöttünk, utána őt elhelyezték Miskolcra, ez is jól esett, ennek is örültem, és Miskolcon végeztem a gimnáziumot tulajdonképpen. És onnan próbáltam fölvételézni mindenféle egyéb katifántokkal a Zeneakadémiára. Érdekes módon ez is bejött. Tehát tulajdonképpen az életem olyan, mint hogy engem csak vinnének tovább, hogy figyelj, ide teszünk, itt maradj, oda teszünk, ott maradj, és tulajdonképpen minden jóra fordult, bármilyen nehezen is ment. Ezt szeretném továbbadni, mert ez mindenkinek előfordulhat az életében, hogy negatív ügyekből kell kikeveredni valami módon, és ez még az építkezésre kapcsolatban is el fogom mondani, hogy olyan buktatók is jönnek, amit valahogy meg kell oldani, és az ember nem tud mit csinálni vele. Mikor az akadémiára sikeresen fölvételiztem, ott összejöttünk hasonló korúakkal, fiatalok, és egy új együttest próbáltunk összerakni. Ez volt a úgynevezett Jesuado Quintet, amit azt hiszem, hogy ma is, manapság is kevesen ismernek, mint zeneszerzőt, de mert annyira modern, és annyira nehéz, és annyira komplikált, de viszont nagyon gyönyörű dolgokat művel. Monteverdi, Lassus, Palestrina, meg ebbféléke. És ezt mind azért hoztuk össze, hogy öten egy quintettet alapítunk, és akkor ezzel juthatunk tovább az életben. Meg a magunk gyönyörűségére, szórakoztatására is. Úgyhogy ez adta az alkalmat, hogy elmehettünk Olaszországba másfél hónapos nyári egy kurzusra, és ezt két alkalommal meg tudtuk csinálni.
Még hát nem lehet politikát belevinni. Annyit azért mondanék, hogy az a kollégám, aki talpra esettebb volt, tudta intézni az olaszországi főnökkel, hogy mivel itt nem adtak utazási jegyet, meg pénzt hozzá, az olasz ösztöndíjat kaptunk. Ez nagyon begurultak ezen, bár igazából nem jött ki rajtuk a méreg, mert ők is elosztották a 6 jegyet, ami adott lehetőséget arra, hogy Olaszország menjünk. Mi kimentünk mind az 5-en, és nem találkoztunk egy magyarral sem. Valahol ez valahol elcsúszott, de hát ez már nem tartozott, nem kötötték az orrunkra. Most, ahogy befejeztük a zeneakadémiát, még egy 5-6 évig még dolgoztunk együtt, és jól éreztük magunkat ebben az állapotban. Viszont mindenkinek el kellett helyezkedni valahol. Én nekem szerencsém volt, mert az esztergomi zeneiskola igazgatója, aki nálam 4-5 évvel volt idősebb, Szabó Tibornak hívják egyébként, szegény meghalt mostanában nemrég, és nagyon jó munkatárs volt, nagyon jó kolléga, kitűnő karnagy volt. Ő hívott meg oda, hogy menjek oda tanítani. Én el sem tudtam, hogy esztergom létezik a világban, és ide beszálltam. Volt kisült, hogy már énekkar az már volt. Ő csinálta az énekkart, munkás énekkar volt, és az ő jó ügyességére és rátermettségére csak az egy pillanat arra, hogy egy munkás énekkarral, ahol 80 fő volt a létszám, és nem tudtak énekelni semmit, illetve már tudtak Monteverdi kórus meg ilyeneket énekelni. Később pár év múlva az én szemem látára is megtanította nekik a Bartók kantát, a profánát, mert világ egyik legnehezebb kórus műve. Ez, ami inspirálta az embert, hogy nekünk is, nekem is mindenfélét szabad csinálni, így aztán, mivel én nagyon reális és józan ember volt és segítőkész, ő csinálta ezeket a nagy oratórikus műveket az énekkarral, és nekem pedig a kisebb egyebeket lehetett és adott és lehetőséget a fejlődésre. Ezt is el kell mondanom, hogy nagyon jó kapcsolat volt közöttünk, ami ritka dolog egyébként. Az a két tudás egy csárdában címszó, az most nem volt aktuális nálunk, mert mind a ketten jól éreztük magunkat, és szerettük egymást, és megértettük egymást. Úgyhogy ez az, ami nagyon jó volt, és innen kezdve, ő egy 5-6 év után átpályázott ugye Budapestre, és akkor ott maradt nekem az állása, 70-es évektől kezdve, akkor én lettem az igazgató, és innen kezdődik aztán a nyitása a zenekar fele, meg a dobókórus fele, meg a nemzetközi verseny fele, és ezekkel a dolgokkal tudtunk valami művészeti vonalon egy kicsit kiemelkedni a szokásos, egyszerű dolgokból. Az előbb említett jó kapcsolat az meghozta a következő úgynevezett referencia munkákat, amikre hivatkozhatunk már, mert azért azt, hogy van egy 150 tagú énekkor, ez már önmagában is érdekes. Ha valaki ezt ennyi embert szóval tud tartani, és föl tud lelkesíteni, akkor valami jót is tett az életébe már. Úgyhogy ez nagy szó, hogy így ráéreztek a gyerekek is arra, hogy milyen szép klasszikus művekből milyen gyönyörű koncerteket tudunk produkálni. Itt előkerültek a Kodály művek mellett a Palestrina, meg a Bach kantáták, amik már komoly zenekarral még jobban földobták a énekart is, meg a hallgató közönséget is. Ez nem egyből adódott. Erre rátelt 5-6 év, amíg annyira fölfejlődött a társaság,
hogy élvezettel tudták előadni azokat a műveket, amiket előkotortam, elő tudtam szedni valahonnan a világban. És még annyira, ezt mondom, még most is én szerzem be a anyagot, még én vagyok a Zeneakadémia kototárának a kiküldöttje, hogy az ottani előadásokhoz anyagot teremtsünk elő, és akkor változatos új műsorokat tudjuk bemutatni. Az énekarnak a sikerei már olyan szempontból, hogy akik énekelték, azok élvezték, és a szüleik is élvezték. Egy érdekes módon azért majd az építkezéshez mondanék ezzel kapcsolatban, mert nagyon-nagyon sokat segítettek az építkezéshez a gyári dolgozók, meg a gyár maga. És nekem meg az esett jó ebből, hogyha elmentem oda kérni valamit, ha netántán húzták az orrukat, és nem, meg menjen talán tovább a következőhez vagy mi. És akkor egyszer csak valahol bemutatkoztam, hogy én vagyok, és ezért jöttem. Maga a Karcsi bácsi! Hát ezt nem is tudtuk, hát miért nem jött hamarabb már szólni? Tehát tulajdonképpen a gyerekek vittek be és avattak be a város életébe a zeneiskola építésének a módjába, mert minden szakember odajött és sugott és segített, és nálunk, ha jól emlékszem, több hónapig ott volt kint az a légkompresszor, amivel 6 darab ilyen betontörő dolgot lehetett csinálni. Ehhez kellett az, hogy az énekkarban, amikor csend van, piánó van, vagy amikor forte van, az egyiknek nem kell szólni, a másiknak nagyon kell szólni, ezt mind elfogadták és alkalmazkodtak. Ilyen alapon tudtunk elmenni Balatonra kirándulni 100 fővel, úgyhogy egyedül voltam a tanár velük. És aztán volt, amikor egy kisebb megoldásba elvittem tanárokat, mert 20 gyerekhez kellett volna itt a kísérő. Hát ide 5-6-ot kellett volna vinni. És aztán a gyerekek mondták, hogy ne tessék hozni, de inkább mi viselkedünk majd valami módon. És ezt meg is valósították. Tehát 100 tagú társasággal egyedül el tudtam menni, amikor Balatonon keresztül mentünk hajóval is, meg az északi parton, a Tihanyi partnál fülöttünk is, mert pedig a másik Szemesről jöttünk oda, tehát Szemesről keveredtünk oda. Ez azt jelenti, hogy így lehetett már építeni, számítani az építkezéshoz azokra, akik benne voltak az előző ügyben, és akik egy ítésre egyszerre nyitották a szájukat, vagy egyszerre fogták be. Ezt így lehetett rávezetni őket, amire én nem is gondoltam igazából át, de csak adódott magától, hogy ilyen megoldásokat lehet végezni. Így kerültünk el a Debreceni Nemzetközi Kórus versenyre, ahol a fiúkkal 4. díjat kaptunk, a lányokkal pedig 2. díjat nyertünk. Tehát ennyi a rávezetés tulajdonképpen ahhoz, hogy használható emberek legyen minden vonalon, nem csak a zene vonalán, hanem attól függetlenül is. Most is még nagyon sokan jönnek és találkozunk gyerekekkel jönnek, gyerekkocsival jönnek. Csókolom, Karcsi bácsi, és ki vagy te? Hát ez meg ez, mert nem tudom a nevüket sem, mert olyan régen találkoztam, most már nem megy ez a fajta megoldás. A gyermekem vett át a zenekarnak a vezetését, és akkor még az énekkart is hozzá lehet rakni tulajdonképpen. És ennyi lenne az, ami tulajdonképpen kellett. Ehhez még érdekessége. Nekünk az elején az építkezéshez elgondolásunk nem nagyon volt. Annyira nem volt, hogy mikor el kellett volna vinni az engedélyezési tervet, nem tudtuk elvinni, mert nem csináltattuk meg. De úgy sült ki, hogy a megye adott 600 000 forintot arra, hogy csinálj vele valamit. Érdekes és rafinált megoldás volt az, hogy nem mondták meg, hogy ebből mit lehet csinálni. Csak mi láttuk azt, hogy ebből egy zeneiskolát nem lehet építeni. De csak beveszelni a falakat, hogy ne legyenek vizesek, azt megint nem szabad. Hát, hogy akkor most nekünk kell eldönteni, hogy
elkezdünk építkezni, nem kezdünk építkezni. És így jöttek még a segítségek, még a tetejében még a jó indulat is, meg a rossz indulat is, hogy a 600 ezer forintot a helybéli építészek is megszagolták, és ezért felajánlották, hogy 600 ezerért megcsinálják. Na most ebben én nekem volt a feladatom, hogy vegyek, ne dőljek be ennek, mert ezt így nem lehet. Viszek a város megyének egy ilyen stósz tervrajzot, és semmi építés nincsen. Ez nem jó. Jött egy, csak úgy Isten útja, küldi az embereket, akit nem is ismertem, hogy igazgató, van már tervrajz, hogy mit kell csinálni? Hát már dehogy van, nincsen semmi. Na várja, akkor jöjjön, majd én hozok egy embert. Hozott egy embert, és tessék elgondolni, hogy mennyiért vállalta 30 ezer forintért a 600 ezeres helyet. És ezzel megmenekültem én speciál attól, hogy nagy bukás legyen az egész. Ugye? Tehát ezeket is észre kellett venni. Ehhez persze nekem, bár elmondom én ezt is, hogy mivel vallásos ember vagyok, nekem a Szent Ferenc élete, az a Naptestvér Hornővér című mű, film, ez nagyon jó segítséget adott. Szent Ferenc is elkezdte rakosgatni a téglákat, a köveket is nem lehetett ráismerni, de templom lett belőle. Ugye most itt vannak ezek a dolgok, hogy a gyerekek is ott nem volt nekem szükségem arról, hogy nagy kórusokat csináljuk, de mivel ezt akartam, hogy egy nagy kórus legyen, ez egy nagy segítséget jelentett az a építkezéshez. Az építkezéshez mi jók voltunk, mint dolgozók, a fogmegmunkákat megcsináltuk a gyerekekkel, de igazi főnök nem volt vezetője az egésznek, akire rá lehetett bízni, hogy ez biztos így lesz jó, mert építettük olyan, hogy 8 méter fesztáv, és ennek az egész emeletet tartania kell, mint a karom olyan vastag periódikus vasakat kellett összerakosgatni olyan formátumban, ahogy ahhoz segíti az emeletet, hogy ne szakadjunk le. Ehhez, mivel van egy pesti kórusom, és ezt nem mondtam még, ott kisült, hogy egyik kórustag az építészmérnök lett. Gyurkó Jánosnak hívták, és azért mondom, mert meghaltna. Az első, az Antal kormánynak volt egyik dolgozója, a kormányban minisztere, hogy mondják, nem jut eszembe most az ő szakmája. És oda járt Esztergomba egy éven keresztül minden héten, vagy két hetente egyszer, amikor megmondta, hogy gyerekek, ezt vissza kell bontani, mert ez így nem jó, azt meg kell oldani, mert az úgy jó, és mindent megcsináltuk, nem mi a szakemberek, a mi szakemberek, hanem ő, aki kézenfogva vezetett bennünket, hogy ebből egy szuper jó építmény legyen, és ez meg is történt így, és egy másik esetben pedig egy év múlva abba hagyta a megjelenést. Mi történt vele, János? Hát ezzel nekem vége a munkának, mert ide már egy építészmérnök kell, aki a tetőt tudja megépíteni, és ahhoz már esztétika meg értéle is tartozik hozzá. Jött az egyik helybéli építészmérnök, hogy igazgató, hát én szeretnék valami segíteni, megtervezném a ház körül a füves parcokat, meg a fákat, meg ettél, nem tudom ennek mi a neve, környezetvédelmi, vagy hogy tudom én ilyen mérnökül. Mondtuk, azt lehet, majd ez később, amikor kész, mihez tudunk építeni hozzá parkot, akkor meg lehet csinálni. Jó, segít abba is. Eljött és megtervezte ezt a általam már említett ablakot, ami a Makovec stílusnak a utánzása az életfával, és ez akkora, mint ez az egész fal, ami most itt látszik pillanatnyilag. Az énekkörnek és az építkezésnek a eredménye az, hogy illetve azért lett eredményes, mert nagyon
összetartó társaság alakult ki az éneklésben, a hangversenyekben. És ennek az eredménye az, hogy felépült a zeneiskola, és végére tudtunk járni ennek, hogy használatba is vettük a dolgokat. És amit nem akartunk, vagy nem tudtunk, azt is utólag megkaptuk akár a megyétől, akár pedig a várostól. Ez számunkra mindenképpen nagy siker volt és nagy öröm volt, aminek a teteje az, hogy a Prima Missima díjat megkaptuk. Az éppen ezeknek a munkálkodásak a rendkeztében. Tulajdonképpen a énekkarnak kellett volna adni ezt a Prima Missima díjat, mert mint énekkarosok tudtak jönni, mindig is segítette. Volt olyan gyerek, aki már hetek óta nem járt iskolába, mert munkaruhát mindig hozott, és akkor kimaradt belőle. De ezek mind kitűnő tanulók voltak. Ez a másik része, hogy azt is megtanulták, hogy csak a munkával, a lelkesedéssel, azzal jutunk előbbre, és ez mindenképpen öröm lesz, nem csak nekem, számotokra is. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen nagy öröm volt, hogy, és ez a másik, hogy mindig késésben voltunk a munkaerővel, az anyaggal, a odafigyeléssel, mindenfélével, de mindig valahonnan valaki jött, aki azt mondta, hogy ezt így csináljátok, azt úgy csináljátok, azt arra, azt oda gyertek el, énekeljetek, adjatok hangversenyt, ami megint csak összehozta a társadalmat. Tehát ilyen szempontból nekünk arany életünk volt, mert jó Isten a kezén hordozta az egész társulatot, úgy az énekkart, mint a zenekart. Nekünk a mi életünk az olyan simának tűnt, hogy nem lehet semmi kifogásunk a normál élettel. Ehhez persze nem csak mi kellettünk, hanem az is kellett, hogy valakik még eltartsanak bennünket. Nekünk ez is nagy gyönyörűség volt az építkezés folyamán, hogy akár milyen társaság jött, akár innen, akár onnan, fiatalok vagy idősebbek, mind az ebédkor mindenki fennhangban és dicsérte a megkapott vagy ebédet, vagy uzsonát, vagy ebfélét. Olyan építőnk is volt, aki itt Pesten egyetemi tanár, és oda jött építkezés, az megkérdezte, hogy mit kell csinálni, azt megmutattuk neki, hogy innen ezt felfalaszni azt a részt, és akkor délben szóltunk, hogy nagyjából gyertek, akkor ebédelünkkel már nem volt ott. Mikor már visszatértünk, hogy megyünk építkezni, már régen ott volt. Olyan önfeláldozó munkát végzett részben, amely effektív a munka, részben pedig ez a fajta stílus, hogy én rám mindig lehet számítani, de nem fogadok el semmi jutalmat vagy ebbfélét a vonatkozásban. Ehhez segített persze a feleségem is, aki mindig hozta a jó ízű ebédeket, meg uzsonákat, meg ilyesmit, amivel mindenkinek a jó hangulatát, a termelő képességét is fokozta tulajdonképpen így. Ilyen körülmények között nagy öröm volt számomra, amikor már a gyerekek is fölnőttek annyira, hogy pár téglát már tudta segíteni, odahozni, és ezt, ha valaki látta, akkor milyen gyönyörűség volt. Hát nekem számomra is nagy gyönyörűség volt, hogy nem kellett hajtani a munkára, hanem önmaguktól csinálták ezt. A három gyermekünk van, az első az tulajdonképpen karmesternek készült, de a végül a ilyen nemzetközi hajón szolgált, és több mint 10 évet, talán most már bízunk abban, hogy hazajön, visszajön, és feleségével együtt, aki szintén zenész, majd új helyen Bogácson építenek valami jó zenei dolgot. A második gyermekem, aki itt van, velünk dolgozik, és a zeneiskolában tanár, trombita tanár, és most nevezték ki igazgató helyettesnek. Hát ennél nagyobb gyönyörűsége jobbának nem kell akkor, hogy ezt tudomásul vegye. A harmadik gyermekem az csak úgy szeret muzsikálni, tud is ezt, azt, amazt, de főleg csellón, és meg timpánin, zenekarban is sokat tudjuk használni. Meg hát azért, ha tudjuk sokat használni, mert van 4 gyönyörű gyermeke, akik hát a szemünk fénye, mert 3 lány van és 1 fiú. A
neveket elmondom, mert ha el tudom mondani, mert azok olyanok, az első az Blanka Boglárka, a második az Eni Bajolán, a harmadik az Gáspár, és a negyedik az Piroska. A második nevét nem tudom, mert az is komplikált nekem. Nekem már nem lehet ezeket megjegyezni. Egy-kettőt tudok, és azt használom mindig, és akkor jönnek. Vagy ha csak füttyent az ember, már is jönnek, és nagyon gyönyörűség. Tehát ilyen szempontból egész kerek a család, és kismenyem, az pedig olyan szempontból még kiemelkedő, hogy a Zeneakadémián csembaló szakot végzett, és hát lehet, hogy ő is jön vissza Esztergomba fog tanítani.